penészvadászat sorozatban nézzük meg azt, hogyha van egy olyan helyiségünk, ahol eleve nagy nedvesség termelődik, mint például egy mosókonyha, egy háztartási helyiség, ott figyeljünk oda, hogy mik mehetnek tönkre, mik lehetnek penészesek. Nézzük például a mosógépet. A mosógép az egy tipikusan olyan szituáció, ahol érdemes a takarítással foglalkozni. Ugye van a mosógép ajtónk, ezt időnként kinyitja az ember, de nem mindig, de itt ezeknél a peremeknél rengeteg penész, rengeteg szennyeződés tud felhamozódni. És a mosógép belsejében is rengeteg olyan felület van, ami nem ér rendszeresen vegyszer, vagy le tud penészedni, és ezért a mosógépben rendszeresen kell valami tisztító üzemmódot bevinnünk, tehát hogy valamiféle olyan szerrel átmosatni, átöblíteni, áttisztítani, ami fertőtleníti az egész mosógép belsejét. Tehát csak önmagában a fiókokba behelyezett mosópor, amit behelyezünk öblítőket és tisztítószereket, az nem elég. Tehát az a ruhák tisztítására alkalmas, nem feltétlenül a mosógép tisztán tartására. Tehát a mosógép leírásaiban is mindig szerepel, hogy hogy kell időnként tisztító programokat futtatni, és milyen szereket kell alkalmazni, vagy milyen módon kell ezt elvégezni. Tehát ha nem akarjuk azt, hogy a mosógép a penésznek egy melegágya legyen mindenféle peremek és rések, sarkok mentén, akkor végezzünk el rendszeres mosógép tisztítást direkt penész szempontból, hogy ne legyenek olyan lerakódások, amik aztán kipárologva a lakás belső terébe jutva okozzanak károsodást, akár az egészségünkben, akár gombaspórákat juttatva a beltérbe, és ezáltal ott nagyobb esélyt adva az egyéb penészek helyek kialakulásának.